hát ez most hogy mondjam. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban felállítom a Jane Austen top listámat. Ezt a videót már nem tudom mióta meg szeretném csinálni, de biztos, hogy nyáróta kiterveltem, hogy én majd csinálok egy ilyen videót. Főleg azóta, hogy ugye elolvastam az összes Jane Austen könyvet. És már nagyon szerettem volna egy videóban az összes híres Jane Austen regényt összegezni, de még nem jutottam el odáig, úgyhogy most megcsinálom. Összesen 6 Jane Austen regényt fogok most említeni, ezek ugye Jane Austennek a híres regényei, úgyhogy nézzük a sorrendet. Hogyha valaki régebb óta nézi a csatornát, akkor tudja, hogy az a Jane Austen regény, ami nekem nagyon nem nyerte el a tetszésemet, az értelem és érzelem. Ezzel a könyvvel én annyit szenvedtem, hogy soha nem gondoltam volna, hogy Jane Austen lehet ennyire rossz nekem, mert nem utáltam ezt a könyvet, de néha azt gondolom, hogy igen. 2 csillagot adtam rá, mert nem volt szívem egyet adni, mert azt általában a kötelező olvasmányoknak meghagyom, de néha rá gondolok, hogy lehet 1 csillagot kellett volna erre adnom, sőt, majd lehet felet is, mert ez a könyv tényleg nagyon... nagyon nem volt egy jó élmény. Úgy egyáltalán nem is olvastam rendesen végig, hanem úgy fejeztem be, hogy csak így minden oldalra ránéztem, így nagyjából képbe vagyok, hogy mi történt a végén, de fú, ez egy kínszenvedés volt nekem. A történet lényeg az, hogy van egy testvérpár, és ők nagyon nem tudják eldönteni, hogy kivel akarnak lenni. Illetve hát az egyikőjük tudja, de a pasi nem teljesen tudja, a másiknál a csaj akarja, abban, szóval nem tudja senki, hogy kivel akar lenni, és aztán a végén mindenki kavarodik mindenkivel, és aztán természetesen, mivel a Jane Austen regény, minden helyreáll, de úristen, ez katasztrofális volt, pedig olvastam róla, hogy ezt tartják az egyik legjobb művének, és nem. Én ezt nem mondanám, hogy ez a legjobb. A top listámon az 5. Jane Austen könyv igazából van 3 darab könyv, ami ugyanazt az értékelést kapta tőlem, de mégis ezen belül is azért valamennyivel van olyan, ami kicsit jobban tetszett, kicsit kevésbé. Szóval az 5. az a Mansfieldi kastély. Egyébként ez a könyv, ez nekem tetszett, kicsit hosszú volt. Annyi problémám volt vele, hogy azért Jane Austen regény, tehát vannak benne hosszú leírások, hosszú... A párbeszédek is úgy néznek ki, hogy azért nem ilyen rövid mondatokból állnak. És hát maga a történet is elég hosszan el volt nyújtva, hogy minden szereplőt megismerjünk, a helyzetet, a bonyodalmat, tehát egyébként én ezt a könyvet szerettem, de lassan is haladtam vele, mert tényleg az is volt a probléma, hogy hosszú volt. A történet az, hogy Fanny Price az anyja testvére örökbe fogadja, ő egy tehetősebb családba tartozik, mert egy olyan férfihoz ment hozzá, akinek van pénze, és a kislányt itt nevelik föl az ő gyerekeikkel együtt. És hát végül is az ő élet, nem a teljes életüket követjük, hanem azt a rövid időszakot, mert lehetett az elején ugye bevezeti Jane Austen a történetet, hogy akkor mi is az alaphelyzet, és akkor utána, ugye nem is tudom, nagyjából egy évet, 2, körülbelül azt mutatja be. Az a lényeg, hogy ez a kis család az érzelmek hullámvasútját járja végig ez alatt, az idő alatt. És ezt mutatja be a könyv. A 4. könyv, a meggyőző érve. Ez a könyv is 4 csillagot kapott tőlem, és alapvetően ezzel is úgy vagyok, mint az előzőben, tehát hogy ez is egy jó könyv volt, és ezt is élveztem. Plusz pont neki, hogy ez egy Jane Austenhez képest, ez egy rövid könyv. A története ennek az, hogy a hősnőnk és a kiszemeltje eljegyezték egyszer egymást, illetve hát majdnem, szóval nemet mondott végül a lány, mert az apja nem akarta, hogy összeházasodjanak, de most megint föltűnik, igen, szóval Mr. Wentworth megint föltűnik a láthatáron, és a könyv arról szól, hogy akkor most van-e még esélye a kapcsolatuknak. Ezzel is tényleg úgy vagyok, mint a Mansfieldi kastélya, hogy jó volt, elolvastam, de nem tartom Jane Austen legerősebb regényének, de egy teljesen jó olvasmány volt.
A harmadik, a Klastrom titka. Ez volt az első Jane Austen regény, amit olvastam. És ezt a könyvet én nagyon szerettem. Erre is 4 csillagot adtam, de ez a könyv azért került följebb a top listámon, mert hát egyrészt a film az nagyon jó volt belőle, és a könyv, elmondtam a könyvek kontra filmek videómban, hogy a film talán nekem még jobban is tetszett, de egyébként ez a könyv is annyira jó volt, Mr. Tierney-t is imádom, és Catherine a főszereplőnk, aki elmegy Bathba és felfedezi a világot. Ez egy annyira jó könyv volt, és elmondtam már, hogy az első Jane Austen könyv, amit olvastam, de ez egy nagyon jó indítás volt. Ugye az értelemes érzelem egy nagyon rossz zárás volt, de ez viszont egy nagyon jó indítás volt a Jane Austen könyvek terén. Második helyre tettem a Büszkeség és balítéletet, ugye. Ez Jane Austen talán legismertebb regénye, ugye a film, meg a BBC sorozat is nagyon híres, és ez teljesen elismerem, mert ez tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon jó könyv. A top listán első helyezést elért könyv csak egy icipicit volt jobb ettől. Erre 4,5 csillagot adtam, ami azt hiszem azt jelenti, hogy Goodreads-en 5-öt. Egyik kedvenc könyvem, mert tényleg a Büszkeség és balítélet egy nagyon-nagyon-nagyon jó könyv, és teljesen megérdemli az elismerést. Hát amikor én ezt olvastam, azért nekem ez egy elég nagy kihívás volt, és szerintem azért is adtam le 4,5 csillagot, mert hosszú volt, egy picit, de csak egy nagyon picit, és szerintem csak azért mondtam le ezt a 0,5 csillagot, hogy tényleg az abszolút kedvenc Jane Austen könyvemben látszódjon, tényleg az a kedvencem. A Büszkeség és balítélet egy olyan könyv, amit egyszer mindenkinek el kell olvasnia. Szerintem, de nem akarom senkit ráerőltetni. És akkor most jön az én kedvenc Jane Austen könyvem, ami nem más, mint az Emma. 2017-ben az Emma belekerült a top 5 kedvenc könyvembe, mert ezt a Jane Austen könyvet olvastam a leggyorsabban. Előbb a sorozatot láttam, de az annyira tetszett egyszerűen, hogy muszáj volt elolvastam a könyvet, és igyekeztem minél előbb be is szerezni. A történet lényege az, hogy Emma Woodhouse mindenkinek igyekszik párt találni, és hát ekközben kockán forog, mondhatni, az ő boldogsága. Ami erről a könyvről tudni kell, hogy Emma karaktere olyan, szerintem legalábbis, hogy nem feltétlenül mindenkinek tetszik, mert mondhatni ezzel a kerítő nősködésével ugye bele is szól mások dolgába, ami talán nem lehet olyan szimpatikus mindenkinek, de nekem kifejezetten tetszett a személyisége. Engem megnyert Emma személyisége, meg a könyv maga is, mert egyszerűen imádtam ezt a könyvet. Ez volt az én Jane Austen top listám. Hogyha ti is olvastatok már Jane Austen-től, írjátok meg kommentben, hogy nektek még a kedvenc regényetek tőle. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!